Apám hideg volt és sötét. Anyám meleg és sziporkázó. És én voltam a kis Tony. Szia, mosolyog kicsi. A felcsapó pára a tűz és a víz peremén. Kegyetlen báj. Mégy? Señor, por favor, por favor. A belem fordul ki tőled, tudsz róla? Tőled meg a kis spanyol picsáttól. Túl hangosan beszélsz. És egy olyan picsáról beszélek, aki a lányod lehetne. Ránézett Tonyra, aztán rád 5 másodpercig töprengett, 5 szekundoz, és rájött. Ha! Ott van a nagy dohány. Entiendes? Állandóan a nagyapádról áradozol, hogy milyen intelligens volt. Elmegyek egy hétre, és te mit csinálsz? Valami nagyon intelligens dolgot, valami igazán intelligenset. Ó, téged is segbe szokott Cornél Porel Kula. Hoppala! Mert az a kedvence, tudod? Azt hiszi, az írtó férfias. De szerintem épp ellegezőleg szemet vetett rád, és így szólt. Jaj, Brooks, te... Te, nagy ember, te... Te meg a családi hagyományhoz híven megdugtad! Anya úgy vélte, egy új helyen jót tesz majd velünk. És igaza is volt. Habár nem maradéktalanul. Hiszen most is Párizs a világ szalonja. Párizsban kezdtem visszafelé írni a jegyzetfüzetembe. Hogy senki se tudja elolvasni, hogy mit gondolok. De néha anya, mintha így is értette volna. Mintha belelátott volna a fejembe. Ahogy Leo a nagyapám mondta egyszer, a pénz egyik előnye, hogy nem kell szenvednünk a hibáink következményeitől. Igen. Cadogan Square 83. Köszönöm. Jó napot, rendelni szeretnék. Kiszállítás. Igen, Bakeland. Gyötör az éjség. Igen, legyen üvegtészta.